Az alapszakasz első körét követően nem tartottak hosszú szünetet az NB1B piros csoportjában. Az ó év utolsó meccsén december 22-én a TF Budapest 88-82-re győzött a PVSK otthonában, január 3-án pedig a TF MTK Elite Basket és a Budapesti Honvéd Budafok mérkőzéssel elrajtol az alapszakasz második köre. A nyíregyházi kosarasok vasárnap este lépnek pályára, így Busz Ivánék számára sem jutott túl sok szabad nap az ünnepi időszakban. Nem kaptunk túl sok pihenőt, de igazából ez már hozzászoktunk, mert ebben élünk, ebben nőttünk fel, tehát a karácsony nyilván azt 24-25-26 meg előtte lévő egy napot megkaptuk, de már 27-én belevetettük magunkat a munkába. A szilveszter napján nyilván nem volt edzés, de mától már gőzerővel készülünk. Pontosan ez lehet egyébként a fegyverünk, és ez lehet az, ami miatt jobbak lehetünk, mint a többi csapat a 2020-as naptári évben is. Jó formában vagyunk fizikálisan, nem gondolom, hogy bárki is vesztett volna az erőnlétéből, vagy ha igen, azt már vissza is szereztük, mert jó kis kondicionáló edzéseink voltak két nap között. Készülünk Bajára, egyenlőre csak lépésről lépésre szeretnénk haladni és behúzni az első hazait. A bajnokság nyitófordulójában a nyíregyháziak szeptember végén meglepetésre 7 pontos vereséget szenvedtek a piros csoportba újoncként feljutó Baja otthonában. Siska János vezetőedző szerint vasárnap a mérkőzés elejétől tudatosítani kell a 7 győzelemmel és 6 vereséggel érkező vendégekkel, hogy csak egy eredmény képzelhető el a pályán. Agresszívan kell védekezni, mindenképpen többet várok a csapattól védekezésben, illetve támadásban is. Még sok van ebben a csapatban, én úgy érzem. De a tabellát most megnézzük az első kör alapján, mi kaptuk a másik legkevesebb pontot, illetve mi dobtuk a másik legtöbb pontot, úgyhogy ez látszik azon, hogy a csapat jó formában van, de még mindig lehet ezen javítani. Én úgy gondolom, hogy ha a saját játékunkat játszunk, akkor nem lesz gond a Baja ellen. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Baja mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják a találkozót.